Köszöntjük a kedves nézőinket! Itt az International Youth Challenge 2023-as Balatonlellei játéknapjáról a szombati egyéni versenyszámok zajlanak most. És akkor az U23-as lányok döntőjével kezdjük meg a közvetítés sorozatunkat a mai nap folyamán, ahol majd a képen látható Neumayer Kitti és a képbe most mindjárt a besétáló, illetve még a másik táblán gyakorló Markos Kata fognak összecsapni. Rövidesen indul ez a mérkőzést. Három nyert lejátszák a lányok ezt a döntőt. Ugye ez nem egy hivatalos pontszerző verseny, ugye mivel 23-as kategória nincsen, csak ugye kibővítettük egy kicsit a programot azzal, hogy nekik is teret adunk arra, hogy megmutathassák tudásukat. És akkor Kata már a búra dobást el is kezdi. Ez látszólag nem talált búlt. Kittié viszont 25-ös pontérték, úgyhogy Kitti fogja meccset kezdeni. Tehát három nyertlegig játszanak a lányok. És akkor Neumayer Kitti indítja útjára a mérkőzést. Hatvanas kezdés. Érkezik meg hamarabb kiszállóra. Itt még jön egy tripla a 12-es szektoron. 110-re megvan a tripla. Az 5-ösben mondjuk. Ez 37 eddig.
és ez most már nem is fog változni ebben a körben. 130-ra nézzük Kittitot, most után kellett volna a tripla és a ghoul, viszont így az átváltás is jó lett volna akár 18-ra, viszont egy özös lett, így 45-en 85 maradt, 73-ra 17, 56 pontra nézzük a 16-os, az megvan, és a dupla 20-ra a nyíl, ez sajnos nem talál, úgyhogy marad a 40 pont, Kitti 85-öt oldhatja meg. 83-ra 51 kellene. Marad a 81 pont, ez a 83 pont, Katánál viszont második nyíl. Ó, a dupla 10-re, az nagyon-nagyon messze volt. 7 a maradék. 83. 19, így marad a 64. 64-re pedig egy 8-assal tudja fogyasztani a pontokat, ez 56 marad. 3-as megvan a 7 pontra, és a dupla 2, az megvan, Kata vezet 1-0-ra. És a második leget Kata kezdi, szóval ez egy break-leg volt, így a mérkőzés elején rögtön. 30. Három pont eddig. 23. 23. Jó, jön az első, picit találom a másodikat. Szépen jön a 3-20-assal a szektor. 3-as most itt itt. Aztán ez is elcsúszik. És most szétesett Kitti játéka. Egy jó kör kellene ahhoz, hogy visszataláljon a helyes útra. Kata viszont két szektor hibával 30 ponttal tudja fogyasztani ezen a pontok értékén, de így is viszonylag nagyobb arányban két szektor elcsúszás most. Kitti most a 12-es szektoron fogyasztja a pontok értékét az utóbbi pár körben. Ez egy 5-ös, aztán egy 6-os, sor mint alapján 7-es kellett van a következően, inkább 5-ös lett megint. Nekik te most már lejje 400 alá. Ponttal. 363, így egészen pontosan. 21. 2 nyíl után 41, 3 nyíl után. Egyébként nem csak a Youth Challenge a magyar érdekeltségű verseny, aki követi a közösségi médiás felületeit a Magyar Dárt Szövetségnek, az értesülhetett róla, hogy a Development Tour jelenleg zajló fordulóin is van 3 magyar ifjú, akik ugye ott vitézkednek, ugye Pap Rajmund, Angin László és Borvai András is, illetve hát a Soft Európa Bajnokság is zajlik a hétvégén, ott is a magyar delegáció képviseli hazánkat. Kata közben már 130 ponton. Kitti 33. Ennyit tudott most fogyasztani a pontok értékéből, tehát meg nem találja el a kíván szektort. 60-nal viszont 70-re érkezik, és az gyönyörű kerekítés 114-jel még ennyi kárba is veszett, és így is 16 pontra el tudta tenni magát. Ó, ez meg sok lesz. Egy szektorral fölötte levő duplát talált el Kata, de hát nagyon nagy előnye van ebben a legben.
és Kitty játék az nem abban az irányban mutat jelenleg, hogy szorosabbá tudja tenni ezt a leget. Katának az autonóműjének a duplája, ez viszont most legalábbis a 11-esnél a második, viszont a 11-es tehát belül így 5 pont marad. Ha most lehetne időt kérni a Darsban, akkor Kittinek ez jót tenne, ez viszonyos. Nem lesz kiszálló. Viszont ezeket a kiszálló hibákat ki lehet használni. Bizony, most meg is van a 20-as. És még egyszer. Még egyen már kiszállóra lehetne érni. 4-es. 168 viszont éppen nem az. Ó, az meg 1-es lesz. Hát akkor dobjuk az 1-est. Fordított sorrendben ez jó lett volna. Na, tépp le 12. És egy tripla kiállt. Sok lesz. 105-re akkor kitté előtt lehetőség. Összetes már megvan belőle. Ó, kicsit lejjebb. Másik, mint ahogy ez kellett volna. 40 pont. 65-re jön le Kitty. Katának kell egy 1-es. Nem most a 3-as választ és a dupla 1-es jött az előbb, most meg nem. Álljál. Jó, 65-re nézzük akkor újra. Kitty. 7-es. 58-an a legyen. Kicsúszik és leesik az a nyíl. 41-e van elég 5 pontra, az 1-es most jó, és a dupla 2-ról leesik, hogy nyilván benne marad, de nincs benne a duplában. Viszont most már kerekíteni nem kell. 41-re nézzük Pitit, a 9-est eltaláljuk, és akkor a dupla 16-ot kellene most már csak. Erre van még egy nyila ebben a körben. Egyre messzebb. 4 pontra Kata. Az nem jó. Az már közelít. Az meg annyira közelít, hogy bele is megy. És ez a 2-0-ra vezet Markos Kata. Kitty fogja kezdeni a harmadik leget a meccsen. És ezen már is elén dolgozik Kata. És második nyílásán. 19-re viszont már jön a harmadikra a találat. Kipattanul nyíl sajnos. Az még éppen benne maradt, hogy odaér és kihúzza időben. 25. 5-ös. Az most egész jó helyen, arra rá lehetne tenni a kezdőről, de hát az megint egy kicsúszott, hogy rosszul eldobott nyíl 26 pont ismét. Leváltásnál jött már Katának a 19-es, viszont ismételten szektorhiba 27 pont volt a dobás értéke. Ó, megtaláljuk végre a triplát.
Na, ez most egész jó volt a két utolsó nyíra. És szerintem már vezet is kinti. De hát Kata ilyenkor oda durrantja szépen 105. Így 100 pontos különbség a két lány között. 12-es kerekítő az jó volt, viszont 5-ös. Nyilván nem oda szánta az első nyilat sem. 18 pont volt a dobás értéke, viszont 25-tel már biztosan kiszálló lesz. 45, 127, gyakorlatilag egyik oldalon a másiknak a duplája van pont értékben. Harmadik nyíra megvan a 20-as. 128, 51. Ez pedig azt jelenti, hogy marad a 76. Aztán 2 maradt. Megalapozza 3-0 győzelmet most a ezzel a jó kerekítéssel Kittinek, meg továbbra is problémát ad a szektor eltalálásával is. 12-es, jó, dupla 20-ra mérkőzés nyílt. Óóó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 
jó, hát a 16 ez nem volt egy jó megoldás erre. 33 arán. Melyre ki pigiszállóra most ebben a körben az a kérdés. Nem. Kaptuk rá választ. Dupla 10. Dupla 7. 7 maradt, ezt már dobta ki. Kata. Na most jó helyen a 20-as. 5-ös, akár meg is lehetne váltani kipinek. Leváltott 8-asra. 139. Ott pedig megvan a 3-as és a dupla 2. Azt hozta eddig, hogy ezzel neked fotálnak ebben a mérkőzésben. 139-re nézzük. Már csak 105. Dupla 17-esre sikerült az első körül. 96. 76 a maradék. A számításaim nem csalnak. Már pedig megjelent fel a formájában is, úgyhogy nem. Még kettő nyír. Hát, ez sok lett. 76. Nézzük. Lehetőség. Egyen szépíteni. Egyet van, most 16-os. Úgy is jó. Dupla jó szívű, duplás kiszállót láthatunk. Nem. 40 maradt. És akkor 4 kontra. Még mindig 2 nyíl. Egyre lejjebb. Azok a nyilak. Harmadikra meg belül. 40. Vagy 2. Ez melyik lesz a jó nyerőszám. Legyek. Tekintetében. A 40 most nem. Na nézzük akkor a mérkőzés nyilakat Petánál. Egyet tudod csak feldobni. Ez most kitúszik, 35-ről kell kerekíteni. 16, dupla 8, ez már jött az előbb. 16 maradt. Dupla 1-re. Első nem jó. Második sem jó. Harmadik is alá esik. Kettő fölé egyet alá. 16. Dupla 8. Ó, azt látom, közel van már a második nyíra. Ó, nem sikerül bedobni ezt sem. Na, akkor újra próbálkozhat a dupla 1-el. És ismételten nem tudom megbírkozni ezzel a feladattal most. Dupla 8. Még mindig van esély. Ez továbbra is esély marad.
talál. Kicsit talál dupla 11-et. Nakat, és a dupla 1. Ó, meg dupla 20-at. Nem kötnek barátságot a duplákkal a lányok ma. Maratoni hosszúságú lány. Annalik mire nézzük? 16. Ennyi pont kell, duplával megoldva. Kata. Már ők is mosolyognak a történéseken. Megszületett. Kettő, egy az állás. Kata fogja kezdeni a negyedik leget. Na, tripla. Harmadik nyíra. Huszonkét pont a válasz a 85-re. Itt egy kicsit, hogyha fejbe rendeletlen talán magát. Még vissza is tudna kapaszkodni ebben a meccsben. Mert hogy látjuk, Kata sincs jó barátságban tényleg a dublákkal. Ezen a mérkőzésen legalábbis. Tehát ehhez 6 pont kevés az átkozáshoz. Mert a triplákat meg azért a szektorok a stabilabban dobok Kata, ezért is a 2-1-es előny. 58. Na, 40-es válasz. Amikor cipeladok Kata, akkor rendszerint leesik a nyírólatól, viszont most 140 volt, és ezzel gyakorlatilag nagyon nagy lépés elényben. Kata. 13. 18. Negyvenetek kis szállóra érkezik. Kata. Nagyon-nagyon nagy előny. 12-es találat eddig. Na, az most jó helyen. Arra szépen tegyük rá. Megint egy rosszul elengedett nyeló, ez 33. 170-es kis szálló nem lesz. Úgyhogy meglepődtem volna. Viszont aztán a bult azt megdobja hozzá. Mert így 95 maradt. Hát ez csak 17 pont. 92. Na, az még talán jobb is, mint a 95. Ó, elcsúszik, 89-re kell a tripla. 19, nem jön. 86 maradt. Nem tudom, hogy nem 300 pont nyerje a most Katának. Úgyhogy, ha nem muszáj, akkor ugye meg tudja oldani, ne maradja megint dupla egyre. Dupla 10. Ó, fura megoldás. 15 maradt. Ott megjön a tripla 12-nél. Ez így már 41. 66. Na 15-re. 7-es megvan, és a dupla 4. Dupla 2. Ismételten a dupla 1-re érkezik le Kata.
35. Dupla 1. Elsőre nem jó most. Most sem. Újabb 3 eldobott nyíl a B1-re. Eddig 48 dupla 1 nem most már kiszállunk kata után kicsi is megérkezik rá. Az nagyon közel. Picit lehet kell tenni azt a nyilat, de nem ennyivel. Százszámítottra tudta, hogy a bullos kezdés lett volna a legjobb, de hát ugye az el kellett volna találni első nyírra. 19 pontra, 116-ra ér le. Na nézzük akkor megint 2 pontra katát. Nem akar beakadni. Még megoldható. Nagyon lecsúszott ez a nyíl most. 51, igen. Kata pedig most már második nyíra megdobta. És ezzel 3-1 arányban megnyerte az 23-as női kategóriának a döntőjét. Úgyhogy hát ezután a maratoni hosszúságú kiszálló párbajokkal tartított a mérkőzés után egy kicsit pihenünk, és aztán folytatjuk a legjobb a lányoknak a döntőjével majd. Mert hogy már ott tartunk, hogy az utánpótlás U18-as lányok fogják az öntőt játszani, hogy kik, azzal folytatjuk majd a közvetítés sorozatot, hogy mind derítünk arra, hogy mik lettek a mérkőzések eredmény, és aztán jelentkezünk, rövidesen tartsatok továbbra is velünk.
csapat, a másik első.
Igen. Négy, kettő, Krisztina. Írd be, és át tudod látni a változtat neked. Thank you.
már részletes megkeresztődött, és ezt a tudottam, hogy a ágyalkozott.